13. rész. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket, és vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskariótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja előtt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körül kötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Méne azért Simon Péterhez, és az mondanéki: Uram, te mosodé meg az én lábaimat. Felelt Jézus, és mondanéki: Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki Péter: Az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondanéki Jézus: Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja előtt, azért mondá: Nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik: Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. De mindnyájatokról szólok. Tudom én, kiket választottam el, hanem hogy beteljesedjék az írás: aki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellene. Most megmondom néktek, mielőtt meglenne, hogy mikor meglesz, higgyétek majd, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom néktek, aki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodik szellemében, és bizonyságot tőn, és mondta: Bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. A tanítványok ekkor egymásra tekintének bizonytalankodva, hogy kiről szól. Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik vala, akit szeret vala Jézus. Int azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Az pedig a Jézus kebelére hajolván mondanéki: Uram, ki az? Felelt Jézus: Az, akinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot adá Iskariótes Júdásnak, a Simon fiának. És a falat után akkor beméne abba a sátán. Mondta azért néki Jézus: Amit cselekszel, hamar cselekedjed. Ezt pedig senki sem érti a leültek közül, miért mondta néki. Némelyek ugyanis állíták, mivel hogy az erszény Júdásnál volt, hogy azt mondá néki Jézus: Vedd meg, amikre szükségünk van az ünnepre, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek. Az pedig, mihelyt a falatot elvevé, azonnal kiméne. Volt pedig éjszaka. Mikor azért kiment vala, mondta Jézus: Most dicsőítették meg az embernek fia,
az Isten is megdicsőítették ő benne. Ha megdicsőítették ő benne az Isten is megdicsőíti őt ő magában, és ezennel megdicsőíti őt. Fiai, egy kevés ideig még veletek vagyok. Kerestek majd engem, de amiként a zsidóknak mondám, hogy ahová én megyek, ti nem jöhettek, most néktek is mondom. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Mondanék ki Simon Péter, Uram, hová még? Felelnék ki Jézus, ahová én megyek, most én utánam nem jöhetsz, utóbb azonban utánam jössz. Mondanék ki Péter, Uram, miért nem mehetek most utánad? Az életemet adom éretted. Felelnék ki Jézus, az életedet adod érettem? Bizony-bizony mondom néked, nem szól addig a kakas, míg nem háromszor megtagadsz engem.